Nagyjából 9 óra 5 perckor rájöttem, hogy ma nem én vagyok az egyetlen ilyen itt szereplő, akit megihletett Steve Jobs. Azt a poént akartam elmondani, amit már Árpád elmondott, de most akkor inkább mégsem teszem. Viszont, hogyha egy röviden meg akarnám fogalmazni azt, hogy mi Steve Jobs lényege, akkor azt kell mondjam, hogy meg akarta változtatni a világot. És talán részben sikerült is neki. Most a következő előadónktól, amikor róla hallottam, akkor az járt a fejemben, hogy mintha ő is valahogy ilyen lenne. Meg is kérdeztem tőle, és azt mondta, hogy igen, ő is meg akarja változtatni a világot. Remélem, sikerül majd neki. Sajtos István webfejlesztő következik. Sziasztok! Sajtos István vagyok. A számítógép ember közösség, közösség számítógép kapcsolatára fogok beszélni. Rám rakták ezt a mikrofont. Ez a mikrofon valahol a színpad melletti kábelrengeteg után csatlakozik egy számítógéphez. Ez a számítógép ugyanúgy hallja a hangomat, mint ti. Csak kérdés, hogy amíg ti értitek is, amit mondok, és remélhetőleg az előadásom végén a mondani valóm új gondolatokat szűrmeltek, addig kérdés, hogy a számítógép mit fog fel, mit tud értelmezni a mondani valomból. Válasz egyszerű. Milyen számítógép hallja a hangom? Mi az a számítógép a mikrofonom mögött, ami veszi az emberi jeleket? A számítógépnek is ugyanúgy meg kell tanulnia értelmezni a körülötte lévő világot. Ugyanúgy tiszta lappal indul, ugyanúgy üres fejjel kezdi értelmezni, látni, felfogni a világot, és ezekből a tapasztalatokból szerzi meg az ismereteit. Például egy 5 éves gyerek már ki tudja magát fejezni, tud beszélni, van valami alapelképzelése a világról. Képzeljünk el egy olyan 5 éves gyereket, ami még soha az életében nem látott lovat. Nem hallotta azt a szót, hogy lót. Életében nem látott egy lovat sem. Mutatom neki egy lovat, és megmondjuk, hogy nézd csak, ez itt egy ló. Ha legközelebb mutatom neki egy másik lovat, nagy valószínűséggel tudni fogja, hogy egy lóról beszélünk, tudni fogja lóként azonosítani. Elég neki megmutatni néhány lovat, hogy kialakuljon benne a világ összes lovára érvényes felismerési képessége. Mondok jobbat. Ez itt egy piros ló. Még mindig lónak hívom, pedig van egy olyan tulajdonságom, amelyik semmelyik másik lóra nem érvényes, méghozzá egy piros. Kialakult bennem egy séma, kialakult bennem egy kép a lovakról, és tudom lóként azonosítani. És kérdés, hogy képes-e ilyen trükkökre a számítógép? Képes-e így sémákban gondolkozni, asszociálni, tipizálni? Én olyan számítógépek és számítógépes programok létrehozásán fáldozok, amelyek képesek az emberi jeleket, emberi fejjel, emberi logikával értelmezni. Mindig kikötünk a tanulásnál. Az asszociáció, a tipizálás és a világ megismerése, a világ felismerése, a világnak a beskatujázása, a sémákba rendezése. Ezért gondoltam, hogy a számítógépet is először tanulni kell megtanítani. Ezért adtam a számítógépemnek könyveket. Több 10 000 oldal digitalizált anyagot tápláltam bele, és megmondtam, hogy keressen rá különböző szavakra. Egy ilyen kereső szó volt a Párizs. Megkértem, hogy a Párizs szó összes előfordulását vizsgálja meg, milyen minták érvényesek azokra a szöveg részletekre, ahol a Párizs szó előfordul. Milyen hasonlóságokat látsz azokban a szövegrészletekben, ahol ez a szó előfordulhat. Ezek után egy másik kereső szó volt a London. Megkértem, hogy csinálj végig ugyanezt még egyszer, és keresse a két előfordulási minták között a hasonlóságot. Addig tanítgattam a számítógépet, ameddig képes volt a szóról egyszerű mintaillesztéses módszerrel felismerni, hogy városról beszélek. A könyvek passzívak. Ameddig én nem töltök fel újabb oldalakat, addig nem gyarapszik a számítógépemnek az ismeretanyaga. Én a tanulást mindig egy állandóan változó világ, mindig új kihívásainak megfelelésre értettem. Jelenleg a világban a legdinamikusabb, leginkább fejlődő dolog maga az internet. Ezért az eddig könyvek közé zárt számítógépemet kijeleztettem az internetre, és megmondtam, hogy figyeljen különböző szavakra, figyeljen különböző kiugró kifejezésekre. Ilyen kiugró kifejezés volt, amikor a NASA fellőtte az utolsó űrsiklót, az Atlantis kifejezés. A teljes magyar nyelvű
internet összes blogposztját, fórumját, cikkeit, híreit figyeltük, és ilyen szavakra figyeltünk, amelyek hirtelen kiúró elmitettséget értek el. Tehát egy stagnáló vagy nulla elmitettségből hirtelen trend lett. Ilyen szó volt például az alkotmányozáskor az alkotmány kifejezés is. Észrevettem, hogy a stagnálás után, de közvetlenül a trenddé válás előtt elkezdődik valamilyen szintű folyamat, valamilyen szintű változás az elmitettségben, ezt hívtam zizegésnek. Megkértem a számítógépet, hogy fókuszáljon rá ezekre az izegéses időszakokra, akár az alkotmány szónál, akár az Atlantis szónál, vagy említettem a tavaly a Biki Csunáj szót. És a számítógép az volt a válasz, hogy van közös ezekben az izegésekben, van közös ezekben a mintákban. Megnéztem, hogy meget tudjuk-e jósolni. És tudjuk, meg tudtuk jósolni az izegéses időszakban, hogy egy adott kifejezés hirtelen extrém magas elmitettség lett. Gyakorlatilag a trendé válás előtt már tudtuk, hogy egy adott kifejezésből trend lesz. És hogy mi ez az izegés? Gyakorlatilag az online véleményvezérek, jól értesült emberek online kommunikációját jelenti. Sikerült felfednünk a leplet ezekről az emberekről. Láthatjuk, hogy a számítógép a legapróbb összefüggésekre, legrészletesebb mintákról is képes felfedni a leplet. Kérdés, hogy nevezhetünk-e egy ilyen számítógépet intelligensnek? Visszanyúltam a legalapvetőbb mesterséges intelligencia teszthez, a Turing-teszthez. Ez arra épül, hogy a számítógép próbálja elhitetni magáról egy ember felé, hogy ő maga is ember. Próbálja azt hazudni egy kommunikációs csatornán, ez lehet csevegés, hangalapú beszélgetés, hogy ő maga is ember, minél tovább képes erre, annál sikeresebb a mesterséges intelligenciának a Turing-tesztje. És ezen a ponton döbbentem rá az emberi interakció, az emberi kapcsolatok fontosságára, amikor egy ilyen mesterséges intelligenciát vizsgálunk. Nézzük az elejéről. Az ember és a számítógép is a körülött lévő világból tanul, a körülött lévő világból alakul ki az intelligenciája. Ugye alapvetően, mivel szeretném olyan számítógépet létrehozni, amely emberi szemmel vizsgálja az ember által küldött adatokat, ezért gyakorlatilag emberi teret kell köré teremteni. Nem elég az, hogy könyveket, nem elég az, hogy internet teszek köré, embereket kell köré tenni. Az ember körül kik vannak? Eleinte a szüleink, óvodástársaink, tanáraink. Ezekből a közösségekből szedjük fel az ismereteinket, ezekből a közösségekből alakul ki az én képünk, az intelligenciánk. Jelenleg ismereteim szerint a legjobb közösségi tér maga a Facebook. Ezért arra gondoltam, hogy nézzük meg, mi lenne, hogyha a számítógép a Facebookot venni világnak. A Facebook az a világ, ahol nem felszedi az ismereteit. De amíg a könyveknél és az internetnél volt kézzelfogható eredmény, lásd, városok, trendek, kérdés, hogy a Facebooknál mi az eredmény, amit tudunk pontozni? Emberi interakciókat kell pontozni. Emberi interakciók minősége határozza meg egy ilyen intelligencia-nek a hatékonyságát. Csak itt az interakció nem ember és ember között, hanem ember és számítógép között történik. Nézzük a gyakorlatban. Megkértem a számítógépet, hogy mondja meg, egyszerű mintakeresés alapján, hogy mi a közös azokban az emberekben, akik szívesen kerékpároznak. Vagy mondja meg, hogy a múlt héten és az e héten receptkönyvet vásároló Facebook felhasználók között mik az eltérések? Milyen változások mentek végbe a közösségbe? Keressen mintákat a közösségben. Sok-sok ilyen kérdés feltevésével egyre jobban kiismerte a közösséget, egyre jobban emberi szemmel kezdte figyelni az embereket. Ha elég hatékonyak vagyunk, akkor létrehoztunk egy olyan számítógépet, amely képes akár barátkozni is. Interakcióba léphet egy adott személlyel, és az eddig a közösségből begyűjtött minták alapján megpróbálhatja beskatujázni, megpróbálhatja megfeleltetni a közösségnek az adott embert. Milyen csoportba tartozik, milyen közösségnek lehet a tagja, milyen lehet az ízlése, milyen személyiségeket visel magán. Ha eléggé úgy érzi a számítógép, hogy egy embert ismer, akkor megtippelheti, hogy szüksége van-e ennek az embernek a következő két hétben biciklire. Milyen a hangulata? Jó napja volt-e? Itt tartunk most. Kérdés, hogy nevezhetjük-e ezt a mesterséges
identitást valaha mesterséges intelligenciának? A választ még nem tudom, kutatjuk, de remélem, hogy teleket is épp úgy érdekel, mint engem. Köszönöm szépen. Jön össze legyen. A Facebookon a gépednek hány barátja van? Rengeteg. Hány ember barátja? Mi Facebook alkalmazások fejlesztésével foglalkozunk. De értem, de... És rengeteg, több millió, úgyhogy... Több millió barátja van a... Barátja, hát olyan ember, akiket tudunk kutatás során figyelni. Ez azt jelenti, hogy az a több millió ember szépen önmagától csatlakozott a te gépedhez, azt hívén, hogy ő egy ember? Nem. Nem. Nem, ez ennél sokkal összetettem. A gép fér hozzá az adatokhoz természetesen. Nem. A mesterséges identitás hozzáfér sok millió ember publikus adataihoz, amelyeket egyébként is közzé tesznek az interneten. Értem. Sajtos István, figyelj, sok-sok sikert, és kutassatok. Köszönöm. Köszönjük.